Sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb videóban. Most megint a konyhámból jelentkezek be, és egy már igen régóta várt, tudom, hogy mindenki ezt mondja, de tényleg egy igen régóta várt videót hoztam el nektek. Lehet, hogy egy kicsit elkéstem vele, de a spárga elkészítési módját fogom most bemutatni végre, úgyhogy főzős vlog Jászmin konyhájában, ahol a varázslat is történik, és megmutatom, hogy hogyan lehet igazán finom ropogó spárgát csinálni. Azért még van egy kis szezonja, még be tudtok szerezni, például egyébként még az Aldiban van, meg a Lidlben is, illetve a piacon is még találtok friss zsenge spárgát, és akkor most megmutatom, hogy hogyan készítsétek el úgy, hogy hát azért ilyen szottyát legyen, mert meg lehet párolni, de én őszintén szóval nem azt szoktam választani, mert az nagyon kis szottyos lesz, úgyhogy megmutatom, hogy kell serpenyőben megsütni, és akkor ti is próbáljátok ki, és ahogy mondtam már, egyébként tényleg rá akarok nevelni mindenkit a spárgára, spárgahitvallás, legjobb zöldség, de elmondom még egyszer, hogy mik az előnyei, szóval tele van rosttal, vízhajtó hatású, tehát egy kicsit segít a méregtelenítésben, és a vitaminokkal és ásványanyagokkal is természetesen tele van. Egyetek ti is spárgát, egyébként szerintem több sok étellel lehet párosítani, nagyon fincsi, főleg ahogy én készítem el, és akkor meg is mutatom. Amire igazából szükségetek lesz az spárga, ezt meg kell szépen mosni, egy serpenyő, egy icipici zsíradék, kókuszolaj vagy olívaolaj, tökéletes, de csak nagyon kevés. És só, bors egyébként, vagy esetleg én még zöldfűszereket, vagy kakukkfüvet szoktam rárakni. Úgyhogy igazából ennyire lesz szükségetek, és jó kedvre, és spárga szeretetre. Úgyhogy akkor vágjunk is bele. Már nézzétek, most a konyhámat tele van mindenféle edénnyel, ahogy szokásosan. Tehát először megmossuk a spárgánkat, ez nagyon fontos. Aztán pedig levágjuk a fás részét, ahogy láthatjátok, ez a fehér cucc, ez nem jó, az nem ehető, de egyébként meg nem kell meghámozni. Én nem szoktam, és azáltal is egy kicsit ropogós marad, viszont ezt a fehér részét, ezt le kell vágni. Addig pedig fel lehet forrósítani a serpenyőt, én azt ajánlom, hogy szinte a legmagasabb fokozatra rakjátok. Amit én fogok benne használni, az egy ilyen kókuszolaj spray, egyébként ezt nagyon tudom ajánlani, ezt a Jimmy mellett kapni. Nagyon más egyébként nem is nagyon lehet, igazából csak neten lehet rendelni, ebbe az a jó, hogy ugye alapvetően a kókuszolaj az egyik legegészségesebb zsíradék, amiben főzni tudtok, és ugye mivel spray, ezért nagyon keveset fogok ráfújni, tehát a spray az még egy kanálnál is ugye sokkal kevesebb lesz, így ezért kevesebb lesz benne a kalória, virtuálisan egyébként semmi. Van ugyanígy egyébként olívaolaj sprayből, és az is tök jó, az olívaolaj is nagyon egészséges, nyugodtan sütetiketek abban, csak arra figyeljetek, hogyha kanálra rakjátok bele az olajat, akkor figyeljetek, hogy tényleg nagyon kevés is bőven elég. Ennyi elég is. Hi. És akkor én még egyszer na jó, ez nem fog sikerülni, szóval én még egyszer félbe szoktam vágni, hogy könnyebben kezelhető legyen, hogyha ilyen nagyon hosszúak a spárgák. Na és hogyha jól felforrósodott már a serpenyő, akkor belerakjuk a kis félbevágott spárgákat, nyugodtan halmozzátok rá, nem kell itt két adagba sütni, és ugye látjátok, jól elkezd sercegni. Szóval itt most hagyni kell egy kicsit, hogy megpörklődjön. Igazából én ezt ahhoz szoktam hasonlítani, hogy mint amikor csirkét sütök, hogy ugye nagyon magas hőfokon először kicsit megpirítjátok, és akkor amikor már egy kicsit úgy megpirult és átfőtt, akkor pedig leveszitek egy kisebb fokozatra, vagy teljesen leveszitek, és akkor én még leszoktam fedni egy fedővel, és akkor kicsit úgy párolódik, és igazából ennyi az egész, úgyhogy most spárgapirítás következik, és akkor ettől ilyen tök jó kis ropogós lesz, és akkor az a lényeg, hogy utána kell fűszerezni majd, majd ezt is megmutatom. Na és akkor, amikor már egy kicsit úgy megpirultak, akkor ezt nem kell így tovább folytatni, hanem lejjebb veszem igazából. Sőt, lehet, hogy le is kapcsolom. És szépen így, hoppá, hé-hé, árvaspárga. Szóval így szépen lefedjük, hogy párolódjunk. Közben azért nézegessétek, kevergessétek, és várunk most egy kicsit, ez a legnehezebb része. Na kész is van, az isteni finom ropogós spárgánk, olyan jó illata van. Most már nincs más hátra, mint a tálalás és a fűszerezés. Használni fogok az bors, egy ilyen kis zöld fűszer, meg só. Ez tényleg nagyon fel tudja dobni, azért így pucéra ne egyétek. Úgyhogy ezeket, de egyébként a fantáziátok szabhatárt neki, tehát lehet rárakni fokhagymát, csilit, tényleg kakukkfüvet, petrezselymet, szóval amilyen fűszert is szerettek, ezek az ilyen alapok, amiket érdemes, de simán sósan is, amit tök fél is készült, a tökéletes spárgasznek.
annyira jó, finom, ropogós, de megsült, úgyhogy én nagyon ajánlom nektek egyébként tényleg húsokhoz, halakhoz tök jó kis köretként, de igazából bármi ezt más zöldséggel együtt, ez tényleg a versenyzők nagy kedvence egyébként, de bárkinek beleilleszthető, mert mondtam, hogy nagyon egészséges, úgyhogy hallgassatok is rám, és fogyasztatok spárgát, most hát tudjátok, hogy hogy kell megcsinálni, úgyhogy igazán fincsi legyen, és igen, tényleg akár magában is snackként fogyaszthatjátok, tök jó. Úgyhogy egészségetekre és spárgára fel. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a videóban is. Hogy tetszett, és kipróbáljátok, akkor ezt küldjétek el, írjátok meg, kommenteljetek, hogy nektek sikerült-e, kipróbáltatok-e a receptet, és iratkozzatok fel, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!